Köszöntöm Önöket, a közügyeket látják. 3 millió nem a kvótára. A népszavazás nem volt érvényes. A vajdasági magyar választópolgárok 60%-a adta le levélszavazatát. Reakciók és nyilatkozatok a vasárnapi magyarországi népszavazás kapcsán. Ez lesz ma kiemelten a közügyekben. Aztán megmutatjuk, hogyan él Titel magyarsága, és hogy milyen feladatokat lát majd el a most megnyílt Magyar Művelődési Központ, illetve megnézhetik azt is, hogyan kezdődött el a vajdasági magyar ünnepi játékok. Ez lesz most, kezdünk. A magyarországi kvóta népszavazáson 3.282.928-an voksoltak nemmel a Nemzeti Választási Iroda adatai szerint. Ez a voksolók 98,34%-a. A végleges eredményekre még napokig várni kell, mert az csak a külképviseleteken, illetve az összes levélben leadott szavazat megszámolása után állapítják meg. A külképviseleteken összesen több mint 7800 voksolóra számítottak. Most nézzük, hogyan szavazott Vajdaság és az anyaország. Vasárnap reggel 6 órakor incidensek nélkül kezdetét vette a voksolás Szabadkán. Megnyílt a szavazóhely. Bombakereső kutyák szimatolták körbe a főkonzulátus körüli területet. Az épület környékén semmilyen gyanús elemet nem találtak. Az első voksolók már ekkor megjelentek. Bagi Zoltán Kispiacról érkezett, míg a reggeli bevásárlás előtt leadta szavazatát. Tavaly volt, hogy ott mentek keresztül a falun. Úgyhogy volt, aki ott próbált kötözködni is, meg mindent csinálni. Ezekből semmi jó nincs ezekből. Szabadkára 446 magyarországi lakcímmel rendelkező magyar állampolgár jelentkezett át, közülük 413-an voksoltak is. Rétfalvi Zoltán Budapestről érkezett. Interneten nagyon egyszerű átjelentkezni, és 2 hete úgy döntöttem, hogy itt fogok szavazni. Ez már Magyarország belgrádi főkonzulátusa. A szavazás rendben folyt le. A szerb fővárosban regisztrált 25 szavazó közül 23-an még délelőtt leadták voksukat. Pávics Szohucki Eszter több mint 2 évtizede Belgrádban él, de magyar állampolgárként kötelességének érezte, hogy szavazzon a kvóta referendumon. Levélszavazatát vasárnap adta le. Ez nagyon nagy öröm számomra, hogy itt a követségen is lehet szavazni. Magyarországon több mint 10.300 szavazó körben nyíltak meg az urnák. 6 óra után néhány perccel érkezett az első voksoló ebbe a nagykanizsai szavazókörbe. A szabályok értelmében az ő jelenlétében ellenőrizték, majd zárták le az urnát. Az ország legkisebb szavazókörében, Iborfián, már 10:30-kor 100%-os volt a részvételi arány. Mind a 10 szavazópolgár leadta voksát. Magyarország legnagyobb szavazókörében, Budapest 11. kerületében 4000 személy előtt nyíltak meg az urnák. Csaknem 200 000 olyan fiatal is volt, aki most szavazhat először. Nyáron töltöttem be a 18-at, és mint első szavazó kötelességemnek éreztem, hogy itt legyek, hiszen én és a gyermekeim jövője is lehet a tét. Vasárnap 19 óra 35 perckor fejeződött be hivatalosan a voksolás. Akarja-e, hogy az Európai Unió az országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését? Erre a kérdésre kellett választ adniuk a jogosultaknak a referendumon. A Nemzeti Választási Iroda hétfői adatai szerint a nemek győztek. Összesen 8.261.394-en szavazhattak. A Nemzeti Választási Iroda elnöke vasárnap este közölte, hogy az érvényes szavazatok száma nem érte el az alaptörvény szerint szükséges 50%-ot, így érvénytelen lett az országos népszavazás. A referendum érvényességéhez a választásra jogosultak 50%-ának érvényes szavazatára, azaz 4.136.313 érvényes voksra lett volna szükség. Pál Fillona még korábbi vasárnapi sajtótájékoztatóján közölte, hogy a végleges adatokra még napokat kell várni.
amit csak később fognak megismerni, önök is, meg mi is, az a külképviseleteken leadott szavazatok. What you will know only at a later date, including ourselves, we'll also know that only at a later date, is the ballots cast at foreign representations, so voting taking place at foreign representations. 105 külképviseleten 11.231 választópolgárt vártunk szavazni. 11,231 was the number of those eligible to cast their votes at foreign representations at 105 different locations, 105 different foreign representations. Ezeket a szavazatokat a külképviseleti munkatársak a lezárt urnákkal együtt szállítják haza. These votes are then transferred into Hungary in the closed ballot boxes by the associates of the foreign representations. És miután az urnákat a Nemzeti Választási Bizottság megvizsgálta, ezt követően tudjuk összeszámolni a szavazatokat. Following that, these closed ballot boxes would be examined and checked by the National Election Commission, and following that, the counting of those votes will start. Várunk még további levélszavazatokat. We are expecting further ballots by mail coming in. Amelyek nem postán érkeznek, hanem a külképviseleteken adták le őket. Ezeknek csütörtökig kell megérkezniük az NVI-be. A Nemzeti Választási Iroda honlapján található adatok szerint a voksolók 98,34%-a, vagyis 3.282.928 személy szavazott a nemre, vagyis utasította el a betelepítési kvótát. Az igen mellett 55.555 személy, vagyis az urnák elé járulók 1,66%-a döntött. A választójoggal rendelkezők 43,42%-a, vagyis 3.587.170 személy voksolt. Egyébként a legaktívabb megye Magyarországon Vas megye volt, a részvételi arányot meghaladta 49%-ot, a legkevésbé aktív pedig Budapest, ahol a 35%-ot sem ért el. 3 milliónál is nagyobb egyetértés jött létre a vasárnapi kvóta népszavazáson, hangsúlyozta vasárnap esti sajtótájékoztatóján Orbán Viktor. A magyar kormányfő a budapesti Bálna épületében tartott értékelőjében aláhúzta. A résztvevőket tekintve 10-ből 9 ember Magyarország mellett, Magyarország önálló döntési joga mellett szavazott. Nézzünk most egy részletet az értékelésből. A mai napon elindultunk egy úton. Ez egy hosszú út lesz. Az első és legfontosabb lépést tettük meg. Ezen a hosszú úton komoly csaták és nehéz ütközetek is várnak ránk. Most az ünneplés után két dolgot kell tennünk, hogy érvényt szerezhessünk az emberek akaratának. Először is közjogi érvénnyel kell felruházni az emberek döntését. Ezért a következő napokban alkotmánymódosítási javaslatot nyújtok be a Magyar Országgyűlés asztalára. Úgy gondolom, hogy az emberek ma kinyilvánított akaratát meg kell jelenítenünk, és rögzítenünk kell az alaptörvényünkben is. A másik sürgető dolog, hogy a mai döntésnek Brüsszelben is érvényt szerezzünk. Kedves barátaim, Brüsszel is fontos döntés előtt áll. Most ő áll fontos döntés előtt. Az Európai Unió egy demokratikus közösség. Ma egy tagállamban a népszavazáson résztvevők 92%-a kijelentette, hogy nem ért egyet Brüsszel szándékával. A kérdés egyszerű. Megteheti-e Brüsszel? Megteheti-e az európai államok demokratikus közössége, hogy rákényszeríti az akaratát egy olyan tagállamra, ahol azt a résztvevők 92%-a ellenzi? Azt ígérem önöknek, azt ígérem Magyarország minden polgárának, hogy mindent meg fogok tenni, hogy ez ne történhessen meg. A vajdasági magyarok egyértelmű nemet mondtak a kvótára.
18 ezeren adták le szavazatukat a vasárnapi népszavazáson. Ez a választási névjegyzékre feliratkozott vajdasági magyarok 60%-a. A Vajdasági Magyar Szövetség elégedett a részvétellel. Pásztor István pártelnök szerint olyan régiós megállapodásra van szükség, amelynek Szerbia is része lett. Erről beszélt a ma kora délután rögzített interjúban a stúdiónkban. A stúdióban Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke. Köszöntöm, elnök úr, mennyire elégedett azzal, amit Vajdaság teljesített a népszavazás kapcsán? Én nagyon elégedett vagyok. Az én információim szerint, a mi információink szerint mintegy 31 ezeren vagyunk, akik magyar állampolgárként jeleztük, hogy élni kívánunk a szavazat adta joggal. Ebből a 31 ezer szavazóból körülbelül 18 ezeren szavaztak, ami azt jelenti, hogy mintegy 60%-a azoknak, akik szavazati joggal bírnak. Ami számunkra az volt a fontos, hogy mozgósítsuk az embereket, és az volt a fontos, hogy ne rontsuk le a szavazatnak az arányát, de azt gondolom, hogy javítottuk a szavazatnak az arányát, ez a 60%-os részvétel, ez egy nagyon-nagyon magas részvételi arány, és azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon sok elismerést kaptam ennek a teljesítménynek apropóján tegnap este az eredményváron, amin alkalmam volt részt venni Budapesten. Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik valóban úgy gondolták, hogy ez egy nemzeti ügy, és vették a fáradtságot, és szavaztak. Vagy úgy szavaztak, hogy a kovertát elvitték a postára, és földobták, ezekből mintegy 5700-an voltak, illetve mintegy 12.800 olyan ember, aki vagy bevitte a szavazó céduláját, vagy a borítékát a főkonzulátusra, vagy a CMH irodába vitte el, vagy pedig az aktivistáknak adta át. Így alakult ki az a 18 ezer valahány száz szavazat, amit mi le tudtunk rakni az asztalra. Mit gondol, miért volt nagyobb a szavazási hajlandóság a Vajdaságban, mint a magyarországi átlag? Hát azt gondolom, hogy az emberek itt jobban érzik ennek a kérdésnek a fontosságát. Nagyobb a félelem ennek az egész ügynek a további menetelével kapcsolatban. Másfajta életszerű viszonyban voltak a jelenséggel az elmúlt másfél évben. Közelebbről látták. Másrésztről mi hozzászoktunk ahhoz, vagy megtanultuk azt, hogy akit a kígyó egyszer megmar, az a vízisiklótól is fél. És azt gondolom, hogy ez többé-kevésbé tapasztalható volt a kampány folyamán, nem kellett az embereket meggyőzni se arról, hogy ez milyen veszélyeket rejteget magában maga a folyamat, se arról, hogy miért fontos, hogy szavazzanak, se arról, hogy hogy kell, hogy szavazzanak. Ha ezt az egészet összerakjuk, akkor azt gondolom, hogy többé-kevésbé ez volt az a mozgósító kampányon túlmenően, ami ezt a választási részvételi hajlandóságot biztosította. Ez milyen politikai felelősséget ró a VMS-re? Hát azt gondolom, hogy egyrésztről mi a felelősségnek az egyik részét a mozgósítással, a szavazás eredményével levettük a lelkünkről. Ha azt mondjuk, és folyamatosan azt mondjuk, nem csak mi itt a VMS-ben, hanem a vajdasági magyarok is, hogy az egyetemleges nemzetnek a része vagyunk, akkor azokban a pillanatokban, amikor ezt nem mondattal és szóval, hanem cselekedettel kell bizonyítani, akkor ezt meg kell tenni. Ilyen vonatkozásban ez a tegnapi nap, illetve az elmúlt napok ezt erősítették. Úgyhogy ilyen szempontból ez nem növeli a felelősségünket, hanem azt gondolom, hogy csökkenti a felelősségünket. És hogyha a felelősségünk az továbbra is fönnáll, mert azt gondolom, hogy a jelenség az itt van. És független attól, hogy tegnap befejeződött a kvóta referendum, és ennek közjogi következménye lesznek Magyarországon alkotmánymódosításon keresztül, a jelenség az még itt van, találkozunk vele, a veszély az továbbra is itt van, és azt gondolom, hogy az volna a fontos, az a nagyon-nagyon fontos, hogyha ezzel kapcsolatban európai megoldás nem is lesz,
összeurópai megoldás nem lesz, de legalább egy olyan régiós megállapodás legyen, amelyiknek Szerbia is része fog lenni. Ez a mi számunkra a legfontosabb, hogy ne legyünk túszai ennek a történetnek, ne legyünk elszenvedői ennek a történetnek, és ne rajtunk csattanjon az a körülmény, hogy Szerbia most úgy tűnik, minthogyha parkolópályájává válna azoknak a migránsoknak, akik bejöttek Szerbia területére, de nem tudnak tovább haladni. Hogyan látja a szerb politika, hogyan fogadta a népszavazás eredményét? Ugye a szerb államfő már határzáról beszél, mit gondol, lép-e valamit a belgrádi vezetés? Én azt látom az utóbbi hetekben, hónapokban, hogy Szerbia is keresi azokat a megoldásokat, amelyek őt magát megvédik. És ilyen szempontból mi abban vagyunk érdekeltek, hogy megtalálja. És mi abban vagyunk érdekeltek, hogy ezt a megoldáskeresést mi a politika eszközeivel, a kimondott mondatok eszközeivel tevőlegesen is elősegítsük, ez a mi elemi érdekünk. Van-e valamilyen elképzelés már arról, hogy mi lehet ez a megoldás, körvonalazódik-e valami? Egészen biztos, hogy van, tudom, hogy van, de nem az én tisztem erről beszélni. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Köszönöm szépen. Folytatjuk az értékeléseket, megyünk vissza Magyarországra. Annak ellenére, hogy a vasárnapi kvótareferendum érvénytelen, a magyar kormány megkapta a felhatalmazást, hisz elsöprő többségben van a nemek száma, mondta Semjén Zsolt, magyar miniszterelnök helyettes, a KDNP elnöke stábunknak Budapesten. Hozzátette, az is elképzelhető, hogy ez láncreakciót vált ki az európai országokban, és népszavazásokat tartanak másutt is. Mint egy 90 ezren szavaztak a határon túl. 91 ezren, több mint 90 ezren, ez mekkora szám? Ez kevés? Elég? Sok? Szerintem ez egy szép szám, különösen, hogyha figyelembe veszem azt, hogy a külhoni magyarság jelentős részben csak átételesen érintett a migráció ügyébe, gondoljuk mondjuk a felvidékiekre, vagy a kárpátaljakra, vagy akár a diaszpóra magyarságára. Nyilván a vajdasági magyarság különösen megszenvedője volt, tehát ott sokkal nagyobb arányban is volt a szavazás, de itt én csak megköszönni tudom elsősorban a délvidékieknek, de minden külhoni magyarnak, hogy a magyar sorsközösséget vállalva élt magyar állampolgári jogával is leadta a szavazatát. Vajdaságban, ha jól tudom, elég magas volt a részvételi arány, tehát még ma is, de az elmúlt napokban, hetekben is kerültek be levélszavazók. Mi a helyzet a többi határon túli régióval? Magas volt, például Erdélyben is sokan szavaztak. Én még nem láttam a részletes kimutatást, ugye például Szlovákia esetében nyilvánvalóan nem adunk ki számokat, vagy azon országok, például Ukrajna tekintetében, ahol elvileg nincs kettős állampolgárság, mert nem akarunk bajba hozni senkit. De én azt gondolom, hogy a külhoni magyarság megtette a magáét, a szavazatát leadta. Hozzáteszem, hogy ott az érvénytelen szavazatokba belejátszik az, hogy a különböző biztonsági okokból kifolyólag két boríték, etc. Tehát könnyű elrontani egy számot, és akkor már érvénytelenítik a szavazatot. De a külhoni magyarság részt vett, szavazott, vélhetőleg a nemeket támogatta, tehát a kormány álláspontját, amit csak megköszönni tudok. Annak ellenére, hogy valószínűleg érvénytelen a népszavazás, ezzel a magyar kormány tud üzenni Európának? Hogyne, hát azért egy magas részvétel van, és a nemek elsőprő többségben vannak. Szavazók kifejezték elsőprő többségükben a politikai akaratukat, hogy a kormány álláspontját támogatják. Na most, mivel a magyar kormány kezdeményezte a népszavazást, és a szavazók nagy többsége támogatta ezt a politikát, ezért a magyar kormány megkapta politikai felhatalmazást, mégpedig egy nagyon erős felhatalmazást, hogy jogi lépéseket tegyen, és Brüsszelben is az élet minden területén megvédje Magyarországot a migrációval szemben. És egyébként valóban úgy van, ahogy említeni tetszett, hogy miután Magyarországon volt népszavazás, ez egy példa a nyugat-európai országok felé is, hogy ők is, az európai polgárok is kényszerítsék ki a saját kormányaiktól, hogy kérdezzék meg őket. Nézze, a probléma mondjuk a német politikában. Szerint ez meg fog történni? Elnézést, hogy szóval szerintem van. Előbb-utóbb ki fogják kényszeríteni, mert az élet kikényszeríti. Tehát azért az mégiscsak abszurd, hogy mondjuk Angela Merkel úgy hívta meg a migránsokat, hogy nem kérdezte meg a német népet.
Hollande elnök elfelejtette megkérdezni a franciákat, hogy akarnak-e mondjuk tömegesen együtt élni az iszlámmal, akarnak-e tömeges migrációt. Abban a kérdésben nem kérdezték meg a népüket, ami nem csak a mi életünket fogja meghatározni, hanem a gyerekeinknek és az unokáinknak is az életét. Nézze, voltam Párizsban. Az a helyzet, hogy nem nagy különbség van Párizs bizonyos kerületei, vagy Marseille is, mondjuk Marrakesh között. Tehát a helyzet az, hogy ez az utolsó francia generáció, amelyik francia életet élhet Franciaországban. Úgy, hogy a francia népet nem kérdezték meg. De erre még lehet azt mondani, jó, hát voltak gyarmataik is, ez annak a következménye, évszázadokig húzták a hasznát, most nyögik a következményét. De mondjuk a németeknek gyarmata se volt. A svédeknek nem volt. És mégiscsak a svédek és a németek szép lassan arra ébredtek, hogy Európán kívüli tömegek vannak az országukban, akivel, lássuk be, jelentős részben nem lehet együtt élni. Gondoljon például mondjuk a dzsihadistákra. Nem lehet a sária árnyékában élni. És ezek a kormányok nem kérdezték meg a saját népüket. Ha én mondjuk svéd vagy német polgár lennék, azt mondanám a kormányomnak, hogy hát fiúk, hát hogy van ez? Hogy a magyarok ki tudták harcolni, hogy őket megkérdezze a kormányuk? És ti meg nem kérdeztek meg engem? Én is ki akarom fejezni a politikai akaratomat. Tehát ezért azt gondolom, hogy itt azért lesz egy bizonyos láncreakció, és miután mögöttünk nem csak egy kormány akarat van, nem csak egy parlamenti támogatás, hanem egy népakarat, ez egy nagyon erős pozíció Orbán Viktornak is, és az egész magyar kormánynak Brüsszel irányába is. A folytatásban a magyarországi pártok értékelnek. Az ellenzéki parlamenti pártok többsége szerint felesleges és költséges volt a kvóta referendum. Az MSZP alkotmányellenesnek, a Jobbik és a Demokratikus Koalíció a politikai pontszerzés eszközének nevezte a népszavazást. Az LMP pedig a kormány európai hitel csökkenéseként éli meg október 2-át. Vona Gábor, a Jobbik elnöke szerint az érvényesség volt a kvóta referendum egyetlen tétje, a népszavazás kudarca pedig Orbán Viktor bukását jelenti. Nézzünk egy részletet meg az értékeléséből. A helyzet egyértelmű, sajnos a mai népszavazás sikertelen, hiszen egyetlen egy kérdés volt, egyetlen egy tétje volt ennek a mai népszavazásnak, hogy jogi értelemben érvényes lesz-e vagy érvénytelen. És a népszavazás, ugye, most még ugyan a végleges adat nincs meg, de minden bizonnyal érvénytelen lett, és az, hogy érvénytelen lett, ez egyben Orbán Viktor miniszterelnöknek a személyes bukása. Brüsszelben ugyanis egyedül ezt az egy dolgot nézték, az érvényesség vagy az érvénytelenség kérdését, és pontosan ez az a kérdés, amelyet Brüsszel fel fog ellenünk használni. Az érvénytelenség tényén kívül minden más csak kormányzati válságkommunikáció, blabla mellébeszélés. Mondhat bármit a kormányfő a mai éjszaka vagy este folyamán, az EU jelenleg egyetlen egy dolgot fog kiemelni, ez pedig az, hogy a magyar népszavazás a kvótákkal kapcsolatban érvénytelen lett. A migrációs válság túlnyúlik a politikai határokon, emelte ki Gyurcsány Ferenc. A Demokratikus Koalíció elnöke úgy látja, nem etikus önös politikai érdekekre használni a referendum eredményét. Ezek szerint a nép akarat ebben a kérdésben nem áll a kormány mögött. És ez jó. És ez jó. A menekült kérdés Magyarországon, mint ahogy jól tudjuk, túlnyúlik politikai határokon. Abból levonni messze menő következtetést, hogy hány magyar féletől megváltozott világtól, azt hiszem, hogy választásra, politikai választásra, parlamenti választásra nézve nem lehet. A DK álláspontja egyébként nem változott az elmúlt években. Magyarországon az igazi választóvonal az orbáni önkény és a demokraták között húzódik. Ebben a helyzetben, a jelenlegi választási rendszerben ez bennünket arra kötelez, hogy együtt kell működni. Bölcsen és nagy vonalon. Volt olyan pillanat, amikor többen azt hitték, eredményes, érvényes lehet a népszavazás, nyilatkozta a Magyar Szocialista Párt elnöke vasárnap késő este. Molnár Gyula szerint az emberek az utolsó pillanatban változtattak a véleményükön. Beszéljünk arról, hogy mi van holnap.
Azt szeretnénk rögzíteni, hogy az alkotmány ellenesen kiírt és eredménytelen népszavazást azzal tudná tetézni a Fidesz, hogyha figyelmen kívül hagyná az érvényességű kritériumokat. Ha azt tenné, ha azt teszi, akkor azzal nyíltan megszegi az alaptörvényt, a saját alaptörvényét. Ezzel, ha ezt a döntést hozná, akkor Orbán hatalma illegitimmé válna. Az MSZP a következő napokban benyújtja a felelősségbiztonság címen elkészített menekültekkel kapcsolatos koncepcióját, de semmit sem támogat, amit a kormány az érvénytelen kvóta népszavazás látszólagos eredményére hivatkozva akar elfogadni vagy tenni. A népszavazás érvénytelen volt, nem hozott eredményt, erre hivatkozva tenni bármit alkotmányellenes. A népszavazás eredménytelen, érvénytelen lett, de a nem szavazatok többsége miatt a kormány jogi lépéseket tehet. Annak ellenére, hogy a szavazópolgárok kevesebb mint 50%-a járult az urnák elé, a több mint 3.200.000 nem szavazatot nem lehet figyelmen kívül hagyni, mondta Gulyás Gergely a Fidesz alelnökestábunknak. Néhány perccel hét után, tehát az urnazárások után tartottak két sajtótájékoztatót, ahol azt mondták, hogy a becslések szerint 45%-os a részvételi aránya népszavazáson. Elégedettek ezzel az eredménnyel? Természetesen annak örülünk, hogy az előrejelzéseknek az is része, hogy a választópolgárok több mint 90%-a támogatta a kormány álláspontját, támogatja azt, hogy tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy ne legyen felső határ nélküli kötelező betelepítési kvóta az Európai Unióban, és az is biztos, hogy ha igazak az előrejelzések, és több mint 3.200.000 ember támogatja ebben a kormányt, akkor az nagyon nagy siker. Természetesen mindig elviekben van még lehetőség még nagyobb sikerre, és tény, hogy miután 50% alatt maradt a részvétel, ezért a népszavazás nem érvényes, de politikai értelemben nem lehet figyelmen kívül hagyni egy ilyen rendkívüli összefogást. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy az országgyűlés magára nézve és a kormánypárti frakciók magukra nézve ezt eredményt kötelezőnek tekintik, és ennek megfelelően ugyanúgy azokat a jogalkotási lépéseket a parlamentben meg fogjuk tenni, amelyek kötelezőek lennének abban az esetben, hogyha a népszavazás érvényes is lett volna. Sok bírálat, illetve sok olyan vélemény is megjelent már a sajtóban az elmúlt napokban, hogy a határon túliak is szavazhattak most a népszavazáson. Mekkora volt az ő hozzájárulásuk ehhez a mai népszavazáshoz? Egy politikai nemzet részei vagyunk, és nagyon örülünk annak, hogy a határon túli magyarok is szép számmal éltek a népszavazás lehetőségével. Látjuk azt a technikai problémát, hogy még mindig nagyon sok az érvénytelen szavazat, de egyébként az, hogy a részvétel a határon túli magyarok körében 50% fölött volt, akkor is az érvénytelen szavazatok miatt az érvényes szavazatok aránya majd elmarad ettől, az mindenféleképpen egy olyan nagy és tiszteletre méltó aktivitást mutat, amiért csak köszönetet tudunk mondani. Mitől függ egyébként az, hogy, illetve miért van ilyen sok érvénytelen szavazat a határon túlról? Az információk a Nemzeti Választási Irodánál vannak, nyilván velük kell szerintem az országgyűlésnek, valamennyi parlamenti pártnak konzultációt kezdeményezni, és hogyha van olyan egyszerűsítés, ami nem lazítja fel a garanciákat, de lehetővé teszi, hogy több legyen az érvényes szavazat, akkor az országgyűlésnek akár ezt a választási eljárás törvény módosításával is meg kell tennie. Amennyiben érvénytelen a népszavazás, és egyelőre úgy látszik, hogy érvénytelen lesz, de több a nem, mint az igen, mik a következő lépések? Az országgyűlésnek ebben az esetben lehetősége van a jogalkotásra, de nincs ilyen kötelezettsége, és mi ezzel élni fogunk, ez akár az alkotmánymódosítást is magában foglalhatja. Magyar Művelődési Központ nyílt Titelen, ezzel pedig az ottani magyarság esélyt kapott önazonosságának a megőrzésére, pontosabban a visszaszerzésére, mert hogy a településen több mint 4 évtizede nincs már magyar oktatás, a magyar családok többségében is szerbül beszélnek. A 4.500 lakosú Titelen 400 magyar él. Anyanyelvükön már szinte alig beszélnek, csak néhány családban domináns a magyar nyelv.
amennyi magyar van, annak a fele csak beszélget magyarul oda-haza, mert van, nagyon sok vegyes házasság van, és a vegyes házasságban mindjárt úgy beszélnek, ahogy a másik félnek megfelel, gondolom, mink magyarok vagyunk, de már a vejem szerb, és akkor mink már szerbi beszélünk oda-haza. Szóval gondolom a családban. Hát, és így van körülbelül minden családban, aki így vegyes házasságban él. A településen már csak az idősebbek beszélnek magyarul. Soka a vegyes házasság már szinte természetesnek veszik, hogy a többségi nemzet nyelvén beszélnek. Mink beszélünk magyarul, kicsit megvan ez fordítva úgy, mint a vajdasága, nem tiszta magyar, de az is, nem is probléma, hogy mondjam, hanem kevert család, házastársak keverve vannak is, akkor ez a magyar nyelv, kevesebbet beszélünk. Egyesek szerint a magyar oktatásról maguk a magyar szülők mondtak le, mert azt hitték, hogy gyerekük a szerb iskolával majd könnyebben érvényesül. Nagyon elszervesedtek itten azért, hogy nincs volt magyar osztály. Én mondjuk rá ottan jártam 8 évet magyar iskolába. A lányom is járt itten, a fiam is magyar nyelvi, hogy mondjam, osztályba. De most egy jó ideje nem volt. Úgyhogy féltek a népek attól, hogy nem kap munkát, ha nem tud rendesen szerbi, vagy nem szerbi végezzél az iskolát. Szeptember 15-én elkezdődött az anyanyelvápolás 30 tanulóval. Hetente kétszer tartanak magyar órát. Vannak, akik kizárólag az anyanyelvüket szeretnék megtanulni, másoknak a kettős állampolgárság megszerzése a cél. A legfiatalabb diákom 2008-as, azaz második osztályos tanuló, a legidősebb pedig azt hiszem, hogy 42-es, tehát 1942-ben született, tehát nagyon-nagyon sokszínű a csoport. Egyelőre két csoport működik, a nyelvi tudás szempontjából igyekeztem őket beosztani. A Titeli Magyar Művelődési Központ létrehozásának az egyik legfontosabb célja az, hogy visszahozzák a magyar családokba a magyar nyelvet. Megpróbáljuk azért visszahozni a magyarságot, mivel Titelán hát úgy 6-700 magyar volt, abból hát nem tudom, hogy tud-e egy 100-150 ember magyarul, és akkor hát az a célunk, és az első lépés az, hogy megnyissuk az oktatást a magyar nyelven, hát először majd megtanulunk magyarul, és akkor utána hát kaptunk egy olyan lehetőséget is, hogy ezt az iskolában is meg tudjuk majd csinálni. Nyilas Mihály oktatási titkár szerint a titeli magyarság szempontjából van pótolnivalónk. Mióta a 70-es évekkor megszűnt az iskola itt magyar nyelven, a magyar nyelv ismerete még a helyi magyarok részéről sem az igazi, főleg a fiatalok körében. Úgyhogy ez a nagy esemény, ami most történik, amit akár itt Titelen történelminek is mondhatnánk, szintén igen fontos ebből a szempontból, és Széchenyi mondatát talán most arra változtathatnánk, tehetnénk időszerűvé, ha azt mondanánk, hogy nyelvében éled a nemzet itt Titelen. Titel egykor virágzó település volt, a Béga és a Tisza torkolata közelében. A település már a szinte teljesen más képet mutat. Nagyon leszegényi Titel. Mindent, amit bírtak, elvittek innen, úgyhogy most nincs itt semmi. Ehhez most máma, hál' az Istennek, majd kinyissuk egy kicsit, ahova eljöhet az anokám, a kis Attila, én nekem is az anokám Attila, és akkor így van, sokan el is fognak még menni, úgyhogy Titel, nem tudom, az én utcám, épp ahol én lakok, a Tiszaparton, a Bega ömlik bele a Tiszába, épp ott a házam előtt, az az utca csupa magyar volt valamikor. A titeli temetőben nyugszik Leiningen Westerburg Ármin, földművelésügyi magyar királyi biztos, akinek az édesapja Leiningen Westerburg Károly Aradon vértanúként halt meg. A település jelképe a romos állapotú bánatos szűzanya kápolna a Kálvária dombon, és a halászok védőszentjének Nepomuki Szent Jánosnak a szobra. A romos evangélikus templom, amelyet itt csak sváb templomnak hívnak, pedig arról tanúskodik, hogy egykor itt németek is éltek. Él a legenda, hogy a vidéken van Attila hun király sírja.
Szombaton megnyitották a vajdasági magyar ünnepi játékokat a palicsi Vigadóban, ezzel megkezdődött a vajdasági magyarság egyik legnagyobb kulturális seregszemléje. Az esemény fontos feladata a szórvány magyarság összetartása. Ez a szép bevezető után azt gondolom, hogy egy dolog egyesít bennünket, az, hogy magyarok vagyunk, szeretjük a magyarságunkat, és elválaszthatatlan tőlünk az a ragaszkodás, amelyel a kultúránkhoz ragaszkodunk. Az ünnepi játékokra kértek áldást ökumenikus istentisztelet keretében a vajdasági magyarság egyik legjelentősebb kulturális rendezvény sorozatának megnyitóján szombaton Palicson. A játékok főszervezője a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség. Dudás Károly a szervezet elnöke elmondta, hogy az idei megnyitón a szórvány magyarságé volt a főszerep. Ez a megnyitó, ez egy rendezvény, ezt követi majd a rendezvény sorozat. Én azt hiszem, hogy a nézők, a hallgatók tudják, hogy mi mindent szervez a Művelődési Szövetség társ szervezőivel együtt, például a Vajdasági Magyar Művelődési Intézettel. Ugye következik már néhány nap múlva kórus találkozó, aztán már a jövő évre csúszik, de ott lesz a Magyar Kultúra Napjának zentai központi ünnepsége, ahol hát fejet hajtunk a legnagyobbaink előtt, átadjuk a Magyar Életfa díjat. Aztán kitavaszodik és jön a Szijjátszó találkozó, az egyik legfontosabb rendezvényünk, és aztán a Durindó Gyöngyösbokrét a legtömegesebb. Tehát ez mindennek a nyitánya, megnyitója, és igyekszünk minden évben most is, igyekszünk emlékezetessé tenni a megnyitót. Most különösképpen eldöntöttük, hogy teljes mértékben szórványra összpontosítunk. Ugye nem véletlen a jelmondat, Balassi halhatatlan két sora, hogy vitézek, mi lehet ez föld felett szebb dolog az végeknél. Hát mi tudjuk, hogy az végeken nem egyszerű az élet, de ugyanakkor azt is tudjuk, és talán ez a legfontosabb, hogy a végeken, tehát a szórványban is nagyszerű értékek teremtődnek. Na most mi ezeket az értékeket hozzuk el a tömbbe. Pirityiné Szabó Judit, a Magyar Nemzetpolitikai Államtitkárság főosztályvezetője, Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár szavait tolmácsolta. Palicson ma együtt ünnepel meg annyi magyar. Fellépni és találkozni jöttek a bácskaiak mellett Bánságból, itt vannak a tömb és a szórványfalvak magyarjai, a katolikus, a református és az evangélikus testvéreink egyaránt, Bácskertestől Fehér templomig. Külön öröm számomra, hogy a távoli aldunai bukovinai székelység is jelen tud lenni. Délvidék magyar kultúrája ünnepetül, népes magyar közösség szíve dobokhat ma együtt Palicson, majd a megnyitót követő rendezvények sorozatán. Hajnal Jenő, az MNT elnöke, a vajdasági magyar ünnepi játékok magyarság megőrző erejét méltatta. Egy olyan ünnepség sorozat nyitó eseménye hozott össze bennünket, amely alkotói keretbe foglalja az előttünk álló egész évadot, és amely művészi és erkölcsi erőforrása lehet összetartozásunknak. A megújuló vajdasági ünnepi játékok újbóli palicsi hazatalálása és a vajdasági magyar kultúra sokszínűsége felé fordulása az otthonkeresésnek azt a boldog pillanatát idézi fel, amikor az ember azt kezd érezni, hogy bár még messze az út vége, estig talán el sem jut oda, de a távoli fények a táj már azt üzeni, hogy jó helyen van, jó úton jár. Hölgyeim és uraim, kedves vendégeink, ünnepünk, és ez a nap is csak velük együtt, a szórvánnyal együtt lehet teljes. A megnyitó estején bemutatták a Magyar Szó Szórvány létben című kötetét, és a bukovinai székely varottasokat felölelő kiállítást. A székelykevei varócska kézi munkacsoport több mint 30 éve létezik. Az előtt volt csak női szervezet annak idején, és akkor jött a varócska. És minden héten, amikor csak egyszer, de most már kétszer szoktunk hetente összegyűlni, varunk, beszélgetünk, kézi munkázunk, és így megvan minden hónapban egy tombolát csinálunk, beadjuk a hozzávalót, megvegyük a jegyeket, és akkor van pénzünk kirándulásra menni, vagy elmenni valahova meg. Mit kell tudni ezekről a hímzésekről? Mi az, amiben különleges? Igen, az a székelyvarottas minták a mi székely magyarok
Anyának a kézimünk, onnan még amikor jöttünk, vagy jöttek az elődeink, mert csak jöttek az öreganyáink, hogy nekem még az öreganyám onnan jött. És onnan külön ennek van anyag, még az, az öltések is különösek. És ha nem úgy csináljuk, hogy másféleképpen az öltéseket, akkor az már nem székelyvaratos. Sej vasárnap mulatnyi, hétvén megállunnyi. Sej kedden fékékenyi, szerdán felébrennyi. Az ünnepi műsorban a Bodor Anikó díjas bácskertesi Krajcárka énekcsoport és Hevesi Tibor magyaritabéi operaénekes énekelt. Fellépett Szatmári Anna székelykevei mesemondó és a Verseci Petőfi Sándor Magyar Kultúregyesület néptánc csoportja, valamint elhangzott Bogdán József papköltő verscsokra. Ez volt már a közügyek, holnap Juhász Gábor és Lobod Árpád várja majd Önöket, szintén 18:05-től további szép napot.